Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy heti jóslás január 28-áig. Itt említeném meg azt, hogy minden hónapban, így hónap végén megjelenik az ingyenes hírlapom. Ez e-mailen keresztül megrendelhető. Minden hónapban van egy havi téma, asztrológiai előrejelzés, azon kívül vannak kedvezmények azok számára, akik megrendelik a hírlapot. És most megnézzük azt, hogy mi történik január 28-áig, hétfő. A hétfői napon a Hold uralkodik. Itt látható még a tél, a hideg, az is lehet, hogy ez a kép az ő hideg, rideg tartására mutat. A keddi napon Mars bolygó uralkodik. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt a kutya jelentheti a házi állatokat is, egy kutyát vagy egy cicát, de jelenti az ő hűségét akkor is, ha hideg-rideg tartása van, hűséges hozzád. Amit a kutya még jelenthet, a baráti kör. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik, itt látható a szimbóluma. Ez a kislány utal a gyermekekre, vagy a fiatalos kisugárzásra. Az is lehet, hogy itt lesz egy új kezdet, lesz egy új irány. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik. Ezen a napon teli hold van. A teli hold mindig megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, és ezen a napon a teli hold Pollux csillag hatása alatt áll. Pollux csillag az jelenti a kapcsolatot az isteni hatalommal, a mi felső énünket. Megnézzük, hogy mi várható ezen a napon. Itt kisüt a nap. Láthatóvá tesz valamit, tisztázódnak bizonyos dolgok, hasonlóan, mint ahogy egy teli hold napon is így van az energia. Megvan a kisugárzásod, megvan a vonzalom kettőtök között, változik a helyzet, hiszen itt van melegség, hétfőn még ez a hideg-rideg tartás, de ez megváltozik. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik. Itt a kígyó jelentheti a változásokat, a megújulásokat, ez lehet egy gyógyító erő is, de néha jelent egy nőt, vagy egy barátnőt, egy kolléganőt, vagy valakit a családból. Az is lehet, hogy van egy lelki társad, és neki van még egy párkapcsolata, akkor erre a nőre is utalhat ez a kígyó. Lehet, hogy úgy figyelgeti a dolgokat, és látni akar valamit. A szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik. Ezen a napon Uránusz bolygó megáll egy pillanatra, utána előre halad. Jelenti a változásokat. Mivel szombaton egy pillanatra megáll, ez nem előnyös ez a nap most valamit megváltoztatni, válj egy kicsit, légy türelmes. Úgyis előre mennek az események, lehet, hogy minden úgy magától rendeződik. Ezen a napon, tehát szombaton Merkur bolygó és Mars bolygó együtt hat. Mars bolygó lehet egy impulzus, és Merkur bolygó jelenti a cselekvéseket vagy a beszélgetéseket. Lehet, hogy meggondolatlanul kimondasz valamit, amit később megbánsz,
Vagy az is lehet, hogy valaki bengondolatlanul mondott neked valamit, és ezzel megsértett téged. Mars bolygó az jelenti a férfiakat, itt náluk van mozgás, vannak cselekvések, ezek lehetnek kereskedelmi kapcsolatok vagy szerződések is. Mars bolygó az tulajdonképpen Áresz, a harcok, a háborúk istene a görög mitológiában, tehát a politikai eseményeket illetően lehet, hogy most vannak tárgyalások a háborút illetően. És most megnézzük, hogy mi történik a szombati napon. Itt van egy nagyobb épület, az lehet, hogy valamit ki akarsz építeni, szeretnél megnagyobbítani. Ez az épület lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is. A vasárnap felett a nap uralkodik, és az itt látható középen. De még visszatérve a szombati napra, ez a nagy épület jelentheti a kormányt is, hogy vannak tárgyalások, és ez vagy az ukrán háborút illeti, vagy Izraelt illeti, ott, ahol háborúskodnak, és ezeknél a témáknál lesznek fontos kapcsolatok, vagy beszélgetések. És ami a vasárnapot illeti, megjelenik a 4 levelű lóhere, ami szerencsét hoz. És ez volt a heti jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!